Gond és késés nélkül szelhetik a május 1 utat az autósok. December 8-án ugyanis hivatalosan is befejeződtek a két útszakaszt érintő munkálatok. Az az öröm ért bennünket, megnyílt végre május 1 út, most már teljes szélességében, teljes hosszában, mert ugye fönt a Gödörnél ott már Mikulásra megkaptuk azt a lehetőséget, hogy áthajtsunk az úton. Én nagyon örülök annak, hogy végre ezt a táblát elfordíthatom, és ez a fajta akadály végre megszűnt, a május 1 út teljes szélességében autózható. Nagyon köszönöm az építőknek, de még jobban a tatai autósoknak, a vendégeinknek a türelmet, mert valóban nagy-nagy türelemre volt szükségünk, hogy hol itt, hol ott, a dugóban állva, várva, hosszú időt eltöltve, reggel a korai órában, vagy délután munkából hazafelé menet, még ez a nehézség pluszba rájött a amúgy is nehéz napjainkra, úgyhogy nagyon köszönöm mindenkinek a türelmét, és örömmel várjuk a folytatást. Hajd utca nem fog elkészülni az idén, az csak a csatornázás, tavaszi feladat lesz annak az elvégzése, és elkészült a Güntnernél is a Tavasz utca és a Szomodi út találkozásának a leaszfaltozása, ott is végre normálisan lehet autózni mindenkinek. Úgyhogy nagy örömmel adom át, így most ilyen jelképesen a tataiaknak ezt az útszakaszt is.